Dr. Újvári Jenő alpolgármester, dr. Bonyó Józsefet kérdezte. Egy nagy munkában van ő és a Pécs Története Alapítvány, vagyis a Pécsi Történész Gárda. A város történetét kívánják egy nagy monográfiában összefoglalni. Ennek a munkának a részleteiről, állásáról, reményeikről szeretném a tanár urat megkérdezni. Lassan halad. A lassan haladásnak az az oka elsősorban, hogy miközben megfogalmaztunk 92-93-ban egy nagyszabású koncepciót, annak megvalósításához feltételek lehet volna szükség. Ennek a feltételeknek egy része, nevezetesen egy konkrét terv, hogy miként kéne elkészíteni, ez megszületett. A megvalósításnak azonban az az alapfeltétele, hogy egy tervszerű, tehát szisztematikus, tudatos kutatómunka folyék, az alapkutatás folyék az egyes hiányzó részek föltárására, amelyeknek a szintéziseként majdnem megszületett ez a nagy monográfia. Ehhez szükség lenne arra, hogy konkrét megbízásokat tudjunk adni kutatóknak, hivatásos kutatóknak, olyan megbízásokat, ami nem csak a feladatot jelöli ki, hanem egyúttal azt is meghatározza, hogy mi mit tudunk fizetni ezért. Az alapproblémánk pillanatnyilag az, hogy ennek nem tudunk eleget tenni, mert a munka eddigi finanszírozásához 1-2 millió forintot tudtunk csak összegyűjteni, kisebb mértékben a város és 1-2 nagyon szűkös adomány formájában nagyobb részt az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatásából tudjuk a munkát folytatni. Ami eddig született, résztanulmányok, és ezeket, amely résztanulmányokat részben bemutattak a szerzők konferenciákon, ilyen konferencia sorozat zajlott le idén is szeptember-októberben, 4 fordulóban. Ezeket a tanulmányokat, illetve ezeknek a válogatott anyagát megjelentettük tanulmánykötetekben, ebből eddig 2 jelent meg, pontosabban 3-2 közülük összevont formában. A negyedik most fog megjelenni jövő év elején, lehet, hogy már talán decemberben, ez Koszta László szegedi kollégának a Pécsi Székeskártalan 13-14. Századi működéséről, hitelesei tevékenységéről szóló könyve gyakorlatilag, tehát nem is egy tanulmány, hanem egy kis monográfia, részmonográfia. Ezt követően meg fog jelenni jövő év elején 2 korábbi konferencia összevont anyag, ennek a szerkesztése most folyik, ebből 21 tanulmány fog megjelenni, valamint hát meg kell említenem, hogy nagyot léptünk előre a törökkori Pécs történetének a feldolgozásában, Szakály Ferenc akadémikus közreműködésével egy olyan stáb állt össze, és tartok most előadássorozatot szeptemberben a Pécsi Napok keretében, amelynek a tanulmányá érlelt változatait ugyancsak jövő évelején jelentetjük meg egy kötetben. Ez megítélésem szerint a törökkori Pécs történetének egy 60-70%-os földolgozottságát fogja jelenteni, tehát ennek a korszaknak a monografikus földolgozásához nagyon-nagyon nagy lépést tettünk így előre. Kinek adja tovább a stafétabotot? Dr. Kis Endrének, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnökének, akitől azt szeretném megkérdezni, hogy a mai világunkban, amikor a multik egyre nagyobb teret szereznek a magyar gazdaságban, és ez a bankszférára is vonatkozik, milyen lehetőségei vannak kis bankoknak, a takarékszövetkezeteknek részben a talpon maradásra, részben pedig arra, hogy fejlődjenek is, és egyre jobban kiszolgálják a lakosságot, illetve a bizonyos igényeit. Egyáltalán mik azok a szolgáltatások, amellyel tudják a saját jövőjüket is biztosítani?